megépítsük. Ez azt jelenti, hogy most már tovább kell lépnünk. Ez azt jelenti, hogy ismételgetni nem fogunk. Én onnan fogom olvasni a Jelenések könyvét, ahol a legutóbbi alkalommal abba hagytuk. De ha hinni lehet az előzményeknek, azért menet közben mindig lesznek olyan visszautalások és általános tételek, amelyek azért a tájékozódást meg fogják reményeink szerint könnyíteni. Tehát János apostol látomás sorozata a világ végéről, és hogyha a világ végéről lehet beszélni, akkor az ember valahogy annyira aktuálisnak érzi a jelen világ látványa alapján azt, hogy a jelek bizony már itt kopogtatnak az ablakon, hogy én ezt a kérdést nem is akarom ezentúl feszegetni. Tehát erre szokták mondani, annak a világnak, amelyiknek ez a szabott vég nem illik rá az alakjára, az természetesen ezt a szabott véget ne vegye magára, de az idők ténylegesen közel vannak. Na most az, hogy milyen idő és mennyire közel, ez végigvonul az Új Szövetség irodalmán, tehát ez azt jelenti, hogy már az evangéliumokban a végső időkre való figyelmeztetés, az nem egy távoli jövőre vonatkoztatva jelenik meg, hanem szinte majdnem minden egyes alkalommal a figyelmeztetés egy nagyon közeli időszakot céloz meg. Na most mit jelent a közel és a távol az idő vonatkozásában? Ezt azért majd részletesen végig fogjuk venni. Na most János apostol a hagyomány szerint Diokleciánus császár idejében Patmos szigetére, az idős öreg János apostol Patmos szigetére száműzik. Na most a Károli Gáspár féle fordítás azért jobb valamivel, mint a precízebb, újabb fordítások, mert a lelki bizonytalanságnak idézőjelbe sokkal nagyobb teret enged. Most a lelki bizonytalanságtól nem kell megijednünk, tehát az úgynevezett kétértelmű kijelentések a mondatszerkezeteken belül sokkal látványosabb módon jelennek meg. És például itt ténylegesen határozottan megjelenik, hogy lélekben ragadtaték el a szigetre. Na most egy új Biblia fordítás, vagy szövetségfordítás, apokalipszis fordítás nyilvánvaló módon ezt már korrigálni fogja. Milyen alapon? Hát a nagy műveltség alapján. Hát hogyha száműzték oda Jánost, akkor nyilvánvaló módon nem lélekben ragadtatott oda. Mi egyelőre megmaradunk ennél a lebegtetett tartománynál. Tehát igazából nem a történelmi esemény lesz a fontos, hanem az, amit itt a szigetről és Patmosról az elmúlt alkalommal elmondtunk. Na most az, hogy utána mi történik, hát mert valami végeredményben történik. Egy belső megfordulás után elindul egy látomássorozat, és végül, hogy mi végre történik minden, az egy kinyilatkoztatás révén válik ismerté. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. Hát ezt megbeszéltük az elmúlt alkalommal. És reám veté az ő jobb kezét, mondván, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halottvalék, és ímé élek örökkön örökké, ámen. Nálam vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Na most az a jobb kéz, amit rávet, az innentől kezdve főszereplővé fog válni. Miért? Mert a látomás elején, amikor meglátja azt, aki a kijelentést megteszi, elmondja, hogy hogyan néz ki. Jobb kezében 7 csillag van. A ruhája bokáig ér, fehér, az arca az ragyogó, a szemei azok, mint tüzes lángban égnek, és a szájából 2 élő éles kard jő ki. Na most az, hogy mit jelent ez a tüzes lángoló tekintet, ezt nagyon könnyen lehetett értelmezni. Hát nyilvánvaló módon egy ilyen tekintettel az ember nem csitítgatni szokott. Tehát itt egy hatalmas indulat indul el,
és ami a szájából kijön, mint kard, hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ő a kardot mondja ki. Na most a kardot nagyon nehéz kimondani, de hogyha a beszédet idézi meg a kard, akkor itt megint pillanatok alatt érzékelni lehet, hogy Pap Gábor egyszer megfogalmazta, ez egy rendkívül éles szöveg lesz. Tehát itt semmiféle, itt végső ítéletről van szó. Tehát egy olyan periódus a stációja a világnak, amikor a búzát a konkolytól elválasztják, és mindenkit a saját cselekedete követ. Majd utána visszatér a kegyelem, és végül is úgy van megkomponálva az a csapás sorozat, ami végigvonul a jelenések könyvén, hogy egy kegyelemmel mindig be van biztosítva. Tehát akár mekkora egy nagyon nagy, hatalmas erejű csapás, amely alapjaiban rázkódtatja meg a földi életet, nem a végső. Majd látjuk azt, hogy hol van az a pillanat, ahonnan viszont már tényleg nem lehet visszafordulni. Na most, amikor ráveti az ő jobb kezét, hát ez miért volt tanulságos? Mert körülbelül itt fejeztük be az elmúlt alkalommal. Tehát a jobb kézben volt valami. És emlékezzünk vissza, közben egyetlen egy mondattal sem emlékeztek meg arról, hogy közben a jobb kezét a zsebébe belehelyezte, és ami a kezébe volt, azt a zsebébe beletette. Tehát ami a jobb kézben van, az abban a pillanatban is a kezében van, amikor János apostol fejére teszi az ő kezét. Hát 7 csillag van ebben a jobb kézben. Ez a jobb kéz 7 csillagot tart a kezében, tehát ez azt jelenti, hogy a 7 csillagot ez a jobb kéz irányítja, mozgatja és tartja pályán. Egyébként a jobb kéznek a kultikus jelentőségét az emberiség az őskor óta számon tartja és jelzi. Emlékezzünk azokra a barlang festményekre, ahol sorba jelennek meg azok a jobb kezek, hol jobb tenyérként a barlang természetes falfelületére festve, vagy maga a jobb kéz jelenik meg. Hol alsó karttól indít, hol csuklótól, hol teljes válltól. Na most az, hogy a jobb kézről mi mindent el lehetne mondani, ehhez ténylegesen tudni kell azt, hogy a kereszténység előtt élő előzményeit a kutatás történet a számon tartja, és Magyarországon is számon tartja. Tehát amikor mi mondjuk Szent István jobb kezét tiszteljük, vagy Szent László jobb kéz erekje tartójában lévő szent csontot tiszteljük. Hát ilyen erekjékkel a Kárpát-medence, ha nincs is tele, de azért van, Zágrábban is van Szent László kézcsontját őrző erekje tartó, Váradon is van, tehát azért eljutott mindenhova, ahova kellett. Na igen ám, de az, amikor mondjuk ezüstből elkészítik a jobb kéznek az erekje tartóját, akkor az ember már elkezd gyanakodni, hogy ez a képlet esetleg honnan ismert. És jön a drámai fordulat, mert a Jézus születése előtti évszázadokban, és a Jézus születése utáni évszázadokban az úgynevezett közel-keleti térségben a jobbkész kultuszt éppen pogány vallási vonulaton keresztül tartja számon a hagyomány. És itt nem arról van szó, hogy feltételezünk, ezek az erekje tartó jobbkezek, ezek megmaradtak. És kísértetiesen emlékeznetetnek azokra a jobbkéz erekje tartókra, amelyekbe természetesen általában csont kerül, amelyet már a kereszténység és ezen is belül, legnagyobb hatáson belül a Kárpát-medencei magyar kereszténység tart életbe. Na most a jobb kéznek van még egy nagyon jelentős vonatkozása, amikor ténylegesen kézfejként jelenik meg, és általában a magasban látható.
Tehát ez templom belsőkben úgy van megoldva, hogy vagy a szentélyzáródásban jelenik meg. Gondoljunk arra, hogy az esztergomi oroszlános szentélyben éppen a záródásnál bizony ott van fönt egy jobb kéz. Na most például Somogyváron, mert talán ez sokkal ismertebb és tanulságosabb példa, az egyik oszlopfőnél megjelenik egy ilyen kis négyes osztatú alapforma. Hát tudjuk, hogy ez a négyes osztatú virágszíromra emlékeztető jel, ez a kiteljesedett fénynek a képjele. És ennek a belsejében jelenik meg a készfej. Az az áldást osztó készfej, amely az ujjaknak különböző helyzetével jelzi azt, hogy a fényben, honnan tudjuk, hogy a fényben cselekszik ez a kéz, tehát egy cselekvő, egy tetteket kifejező erő jelenik meg magában a fényben. Tehát a fényben működik ez a tetterő. Na most visszatérve arra a jobb kézre, amely a hét csillagot tartja a kezében, nyilvánvaló módon azért tartja a kezében, mert a hét csillagot, nem nehéz kitalálni, hogy ez a hét csillag melyik hét csillag, ezt nem az álló csillag képek övében kell keresni, ez az úgynevezett bujdosó csillagok övében jelenik meg, vagyis a napúton jelenik meg, ez a hét bolygó. És általában a legortodoxabb szövegmagyarázat is eljut addig a felismerésig, hogy itt a hét csillag egyenlő a hét bolygóval. De ahogy mondani szokták, közben kicsöngetnek. Hát ismerjük a tanté, de Pap Gábor jó voltál volt, tehát leírja hét csillag egyenlő hét bolygó, becsöngetnek. Utána megint előveszi a kérdéses témát, és már megy tovább a nagy semmi felé, és el is felejtette, hogy tulajdonképpen az első nagy ráindulása az jó volt. Na most miért indul tovább, mintha mi sem történt volna? Mert nem ismeri azt a makrokozmikus világ működést, amelynek vetülete a mikrokozmikus valóságban, az emberi életben jelenik meg. Tehát ez azt jelenti, hogy a teremtőt, a teremtett világról automatikusan leválasztja. Tehát hét csillag az ott volt, és innentől kezdve a magyarázó szövegekben jön az az elképesztő, süket, vak szövegáradat, amely állandóan a történelmi gyülekezetek alapján próbálja a hét csillag titkát megfejteni. Tehát elmond mindent arról, hogy Efesos miért érdekes, Szmirna miért fontos, Pergamumról mit lehet tudni, Philadelphia hol van, és a lényegről egyetlen egy mondat nem hangzik el. Tehát történelmi kérdéssé alakítja át pillanatok alatt az üdvtörténelemnek a végső időkre vonatkozó előrejelzését. Hát engedelmet kérek, ezek a történelmi egyházak abban az időben, abban a korban ténylegesen történelmi és pillanatnyi történést felidéző jelenségként működtek. Hát az, hogy alapjaivá válnak egy világ végéről vonatkozó proféciának, ez nyilván azt jelenti, hogy van egy olyan többlet tartalmuk, amely kiragadja őket a földrajzi környezetből, a történelmi környezetből, horribile dicto, a kulturális környezetből. Hát hét csillagról van szó. És János apostolnak majd a hét csillag, vagyis a hét gyülekezet angyalához kell szólnia. Tehát szó nincsen arról, hogy behívja Patmosz szigetére a futárt, mert hát ugye oda van száműzve János apostol, és ilyenkor jó a futár szolgálat, nagy valószínűség szerint tenger alatt járóval oldották meg a kérdés titokban, hogy Diokléciánus császár, vagy általában a római császár, és a helytartó tanács ne értesüljön arról, hogy János apostol a keserű száműzetés idején azért dorgáló leveleket küld ki a hét gyülekezetnek. Na de miért éppen annak a hét gyülekezetnek? Azért gyülekezetek voltak máshol is. Tehát egészen a kora kereszténység, az ős kereszténység, hát ha az ember egy kicsit olyan nagyon nagyot akar mondani, és nyugodtan lehet nagyot mondani.
Tamás apostol hol térített? Tehát hol hirdette az igét? Tamás milyen távolságra jutott el? Hát Tamás apostol eljutott Indiába. Tehát ő Indiába ment. És az, hogy Tamás Indiában térített, ezt a nagyegyház is, és a gnosztikus és a manikeista kereszténység is számon tartja. Ugyanakkor például András és Fülöp hol hirdették az igét, apostolok? A szkíta népek körében. Na itt válik izgalmassá a dolog, hát a par excellence szkíta térítő apostolok, András és Fülöp. Tehát itt mellé beszélni nem lehet. Ez gyakorlatilag művelődés történet, inkább vallás történetről kell itt beszélni, tehát vallás történeti tény. Na most hol van Szkítia? Hát az a helyzet, hogy Szkítia mindenhol ott van. Mert igazából nem tudom határok közé szorítani. Ebben az időben Jézus születése előtti 250. esztendő tájékán egészen Jézus halálát követő 200 esztendőn keresztül a Tigris és a földközi tenger térségében, ez egy hatalmas nagy terület ám, egyetlen egy úgynevezett lovas birodalom tartja felügyelet alatt a térséget. Ezt nevezik pártus birodalomnak. Na most a pártus, mint nép, a szkítából vétetett. Ezt már az ókori történetírók elmondják. Miért vétetett a szkítából? Azért, mert a pártus név, és ezt nem mi magyarázzuk ilyen szépen bele, hát végül is azt jelenti, hogy elpártoltak. Tehát pártot ütöttek. És mivel elpártoltak a központtól, ezért létrehozták a pártosok saját országukat és területüket. Most az egész közel-keleti térség tulajdonképpen a Tigris és Eufrates folyóval egyetemben rendkívül földtörténeti szempontból is rendkívül lényeges terület. Tehát, hogyha ránézünk majd egyszer a térképre, akkor lehet látni, hogy például nyugati irányban a földközi tengerrel és a vörös tengerrel találkozunk. Déli irányból megint csak a víz jelenik meg, a nagy víz jelenik meg, az óceán jelenik meg. Északi irányban pedig a Fekete-tenger és a Kaszpi-tó, hát amely olyan hatalmas, hogy nyugodtan lehet tengernek is nevezni. Tehát hatalmas vizek vesznek körbe egy olyan földrésznyi területet, amely valaha ténylegesen paradicsomként működött. Ma már gyakorlatilag sivatag. És ennek a kellős közepén két folyó találkozik. Hát az, hogy ezek valóban találkoztak, vagy egészen egyszerűen párhuzamosan futva, külön ágakon futottak bele az óceán vízébe, ez egy külön kérdés. De ténylegesen ezt a területet úgynevezett folyamközi vagy mezopotámiai kultúrának bátran el lehet nevezni, de tudni kell azt, hogy ténylegesen végeredményben most már földrajzi kontinensek nagyságrendjében mutatkozó földrajz alapján ez tényleg rendkívüli adottságokkal megáldott terület. Na most ez is Szkítiának mindig is tartománya volt. Milyen alapon? Olyan alapon, ahogy mondjuk a Magyar Királyságon belül társországként Horvátországot lehetett számon tartani. Na most kik döntötték meg az asszír birodalmat? Természetesen szkíták. Ugyanakkor kik vonultak be mondjuk a Nílus partjára egy váratlan, óvatlan pillanatban? Természetesen a szkíták. Na most ezért izgalmas kérdés az, hogy két szkíta térítő apostol vajon hol térített? Mert ha szűkítem a kérdést, akkor is európai Szkítiáról beszélnek az ókori szerzők és a középkori szerzők is, és ázsiai Szkítiáról. Na most az ázsiai Szkítiát homály fedi, sejtéseink vannak, hogy ez valahol a régi ujgur birodalom területén található a Tarim medencében, viszont az európai Szkítiáról már igen világos fogalmaink vannak. Hol van az európai Szkítia? Hát gyakorlatilag az ember egyet mondhat erre, hogy itt van.
Tehát ez maga a Kárpát-medence. És úgy tűnik, hogy András apostol a Kárpát-medencében, az európai Szkítiában térített. Miért lehet ezt ilyen határozottan állítani? Azért, mert az apostol fej erekjéjét, gondolom mindenki tudja, hogy egy erekje rendszeren belül a legértékesebb az a fej erekje. Hol őrizték Szent András apostol fejerekjéjét? Magyarországon, a Magyar Királyság területén. És itt válik izgalmassá az a hatalmas, áradat, amely ténylegesen a régi királyi központ felé vezet el bennünket. Az egyik legkorábbi templom az úgynevezett térítés előtt, tehát a Szent István térítés előtt, Visegrád mellett épült Szent András apostol tiszteletére. Na most ezt azért kellett, hát egy kicsit olyan hosszadalmas a bevezető, a végső csapást megelőlegezve, de ténylegesen érdemes volt egy pillanatra úgy érzékeltetni azt, hogy úgynevezett keresztény, őskeresztény központok már Jézus megdicsőülését követő évtizedekben nem csak 7 adott helyen létesültek, és nem csak ebben a térségben. A földközi tenger északi partvidékén, Edessa térségében a legősibb keresztény központot lehet számon tartani. Tehát az, hogy miért éppen ez a 7, amit János apostol megnevez, akiknek elküldi a levelet, na de kiknek küldi el a levelet? Hát itt lehet érzékelni azt, hogy abban a pillanatban, amikor letesszük a földre a kérdést, az angyal már fölrepül velünk. Ha túl sokat szárnyalunk az angyallal, egyszer csak megszólalna, de Efeszosz az ott van. Tehát azért nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezek valóságos, történelmi, és már a kereszténység évszázadait megelőző évszázadokban vallásos kultuszhelyek voltak ezen a helyeken. És a kereszténység rátelepítette a maga szentélyeit. Ebben semmi kivetni való nincs. Még mindig jobb, mintha a nagy semmire építettek volna templomokat vagy ősi kultuszhelyeket. Hát ha valaki ma Erdélyben körbeutazik, és úgy megnézi, hogy az ortodox templomokat hova telepítik, az ember elképe, teljesen mindegy nekik, hogy hova, lényeg az, hogy jól lehessen látni. Ma már benzinkút mellett is van ortodox templom, hogy érthető legyen. Hát nyilvánvaló módon ott semmi érvet nem lehet a templom alapítás mellett felsorakoztatni. Nem azért, mert ott van mellette a benzinkút. Egészen egyszerűen lehet érzékelni, hogy itt semmire nincsenek figyelem. Tehát nem tekintik úgy a templomot, hogy az valóban egy kitüntetett helyen legyen felépítve, és valóban az istenség működését lehetővé tevő arányrendszer szerint épüljön meg az a templom. Na most, az, hogy itt elhangzik az, hogy ne félj, én vagyok az első és az utolsó, ez már örömüzenet. És ez igazából nem János apostolnak szól. Nyilván János apostolban van egy istenfélelem, van egy istentisztelet, él benne az Isten szerelmetes szeretete, hát nem fog megijedni. De a végső időben talán a legnagyobb bíztatás az emberiség számára az, hogy ne félj. A mai világot gyakorlatilag a fortélyos félelem igazgatja, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az emberiséget félelembe tartsák. És ebben ők ténylegesen nagymesterek. Na most hogyan lehet félelembe tartani az emberiséget? Úgy, hogy gyakorlatilag elindítanak ok és cél nélkül való háborúkat, amely nem csak az emberiség szüntelen kínzását jelenti, hanem a földnek, mint égitestnek a szenvedéseit fokozzák. Hát az az irdatlan mennyiségű bomba, amit ledobtak egy éven belül erre az égitestre, hát ez meghaladja a II. Világháborúban felhasznált, a
bombák vonatkozásában és a hatóerőben a mennyiségi mutatókat. Hát büntetlenül nem lehet egy szerves rendszerbe ilyen brutális módon beavatkozni. És ahogy végig vonul magán az új szövetségen, tehát új szövetségen belül az evangéliumokon, maga Jézus mondja, hogy nem kell félni, majd hallani fogtok háborúkról, járványokról, földrengésekről. Háború hírét fogjátok hallani, járványok hírét fogjátok hallani. Közel a vég, de ez még mindig nem a vég. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag ez az üzenet annak az emberiség résznek szól, akik a háborúkat most már tévé közvetítések szerint, minthogyha egy nagyon jó filmet néznének, úgy bámulják. Ez már nagyon közel van a véghez, de jön a jelzés. A kegyelem az határtalan. Ez még mindig nem a vég. És az, hogy járványok, ezen már tényleg az ember csak derülni tud, mert általában ma a járványok laboratóriumok belsejéből indulnak el. Ez a nagy hisztéria, ami most Távol-Keleten van, ez honnan indult el? Van egy szálloda, ugye mindenki tudja, és onnan indul el. 5-6 vagy 7 ember egy szállodába, egy időben kapja el ezt a kort. Na most erre szokták azt mondani, hogy etessétek a jó, kedves, hogy úgy mondjam, rokonsági köreiteket. Tehát ez azt jelenti, hogy tudatosan elindítanak valamit. Tehát azért ne felejtsük el, a háborúk idején úgynevezett biológiai hadviselés is már a legkorábbi időktől kezdve nyomon követhető. Kicsit finomabb szinten ez azt jelenti, hogy az okkult háború. Na most háborút nem csak, hogy úgy mondjam, tömegpusztító fegyverekkel lehet vívni, hanem mindenféle olyan biológiai csodafegyverekkel, amelyek aztán nem azonosítható és nem ellenőrizhető forrásból elindulva egy hatalmas járvány hullámot indít el. Na de nem is a veszélye a fontos, hanem a hír által keltett félelem. Tehát az, hogy minden területen félni kell, az ember már nem bízhat meg semmiben. És hogyha ténylegesen nem rösteljük bevallani, és időnként a televíziók úgynevezett adásait az ember szemmel tartja, akkor gyakorlatilag egyetlen egy típusú filmnek különféle szériáit lehet újabban látni. És ez, miről szólnak ezek a filmek? Természetesen atomcsapásról, üstökös becsapódásról, járványról. Na igen ám, de honnan indul el ez az atombomba? Szinte ötletet adnak. Meg kell szerezni egy olyan, hogy mondjam, repülőgépet, vagy anyahajót, amelyen ilyen nukleáris törtettel lévő lövedékek vannak. Szinte legyártják, előre jelzik azt, hogy mi fog történni. Na most innen lehet tudni, hogy ez mágia. Ez sötét, fekete mágia. Tehát ezt már ténylegesen olyan körökben is felvetették, amikor a két torony ledőlését lehetett, hogy tulajdonképpen filmek erről szóltak évtizedeken keresztül. Akkor miért kell ezen csodálkozni? Ezért a nézők nem is tudták hirtelen, hogy most mit látnak, akciófilmet vagy a valóságot látják. És hát a Jelenések könyvébe vagy az evangéliumoknak az apokaliptikus figyelmeztetésében ennél többet nem lehet várni, hogy híreket fogtok hallani háborúkról, de ez még nem a vég. Na most az, hogy itt a ne félj után mi hangzik el? Én vagyok az első és az utolsó. Na most ennek nagyon sok jelentése van, főleg a 7 gyülekezet szempontjából. Mert a 7 gyülekezetnél az első gyülekezet és az utolsó gyülekezet, majd meg fogjuk látni végül is, egy kozmikus képletbe fog majd összesűrűsödni. Tehát amikor végig arról lesz szó, hogy első és utolsó, akkor az embernek már azért tudnia kell, hogy ez azontól, hogy persze ez a teremtés eleje, ez meg a teremtés vége, jó, ezt mi is tudjuk. Ennek azért lesz egy sokkal
hogy úgy mondjam, aktuálisabb szintje is. A mihez képest lesz ő első, mihez képest utolsó. Na most egy 7 bolygórendszer működésén belül ez azt jelenti, hogy el fogunk jutni a két fővilágosítóhoz, az elsőhöz és az utolsóhoz. És akkor jön az üzenet, hogy írd meg, amiket láttál, amik vannak, amik ezek után lesznek. Tehát amit láttál, emlékezzünk az elmúlt alkalommal, itt nem lehet mellé beszélni, múlt idő. Ami van, ez maga a jelen idő. És amik lesznek, az vonatkozik a jövőre. Tehát az idő vonatkozásában egy hármas természetű idővonulás fut végig a jelenések könyvén. Tehát soha nem a most önmagában izgalmas, hanem az idő egészeként jelenik meg. Annak az időnek az egészeként, amelynek van múltja, jelene és jövője. És végül a jövő hogyan fog majd megjelenni? Ez már magának a végső időknek, a csapások utáni új világnak a vonatkozásában jelenik meg, és ez már örömüzenet. Új jég, új föld. Tehát amik lesznek ezután bennünket, nem a csapás sorozat érdekel. Ezért ezt is több alkalommal a bevezető előadásokban külön hangoztatni kellett, hogy ezért nem tartjuk különösebben alkalmasnak a kabbalisztikus módszer bevezetését. Miért? Mert kabbalisztikus úton, tehát ez azt jelenti, hogy a számmisztika és a görög szöveg, görög értelmezése és a görögnek a héber nyelvre való visszavezetése alapján az ember igazából a lényeget veszíti el. Tehát lehet kéjelegni mondjuk abban, hogy a fenevadnak a száma az ő fején mit jelent. De számunkra ez amennyire izgalmas, egy adott szinten annyira nem lényeges. Sokkal fontosabb az, hogy itt a kegyelem működik. És azért indul el a csapás sorozat, hogy a kegyelem ki tudjon teljesedni. Mert amikor a rossz már annyira elhatalmasodott, hogy a jó munkáját akadályozza a világban, akkor már nem lehet tovább halogatni, és közbe kell avatkozni. Na de mi végre? Nem azért, hogy a pusztulásban újra és újra el kell mondani, hogy kéjelegjünk, hanem azért, mert az új ég és az új föld elő van készítve. Tehát gyakorlatilag a végső út innen a világ megújulása felé vezet. Na most írd meg, amiket láttál, amik vannak, és amik ezek után lesznek, a 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 aranygyertya tartót. Tehát nincs, hogy mondjam, csak nehézség az értelmezésben. Miről szól ez a látomás sorozat? Nem arról, hogy most a 666 adott esetben milyen gyönyörűen értelmezhető a héber nyelvész számmisztika rendszerén belül, hát értelmezzék, nyilván jobban értenek hozzá. Tehát azért ezek klasszikus példák. Tényleg nagyon jó, nagyon, hogy mondjam, tanulságos, de hangsúlyozom a 7 csillag titkát. És a 7 csillagnak angyala van, nem démona van. Na most nem árt tudni, hogy gyakorlatilag az úgynevezett kabbalisztikus hagyomány az angyalokat már az első pillanatban démonizálja. Tehát nem a jó angyalt működteti, hanem a rossz angyalt működteti. És onnantól kezdve gyakorlatilag megint a fekete mágia útjára lehet pillanatok alatt rá tévedni. Na most a 7 csillag az gyakorlatilag nem köthető le semmilyen úgynevezett szellemi irányzathoz. Miért? Mert a 7 csillag földről nézve az a 7 bujdosó csillag, vagyis bolygó, amelynek pályája földről nézve szabad szemmel látható, ezért ellenőrizhető. Tehát a régi hagyományok pontosan tudják azt, hogy a Szaturnuszon túl még vannak bolygók. De miért nem beszélnek róla? Mert a földi létezés szempontjából
a nem ellenőrizhető kategóriába tartoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy bármit mondhatok róla, miért? Mert nem tudom ellenőrizni. Na most, ameddig lehet a bolygókat saját pályájukon nyomon követni, tehát szabad szemmel, addig gyakorlatilag az emberiség a világ működését kézben tudja tartani. Igenis tudtak arról, hogy a Szaturnuszon túl van bolygó, például az Uránusz éppen ebben a közel-keleti térségben nagyon jól látható bizonyos időközönként, de nagyon rövid időre. Na most nem árt tudni, hogy az úgynevezett mezopotámiai, babilóniai Kaldeusz csillagászat, az gyakorlatilag olyan efemerida táblázatokat állított össze, amely efemerida táblázatok pontosságát a jelenlegi efemeridák sem érik el, hogy érthető legyen. És nem csak a bolygópályák adatát adták meg, hanem a felszálló és leszálló holdcsomópont pálya adatát több évszázadra vissza és előrevetítve. Tehát itt ténylegesen úgy ismerték a csillagos égboltot, mint a tenyerüket. Na most erre van egy praktikus magyarázat. Tehát amikor leszáll az este és felragyognak az égbolt csillagai, akkor az ember egy hatalmas vetítővászon előtt képzelheti magát. Tehát ugyanúgy lehetett nézni, mint ahogy ma egészen másra szoktunk odafigyelni. Emlékezzünk arra a Somogy megyei hagyományra, ami megtörtént. Valamikor a század elején, Buzsák környékén, egy kiváló néprajztudós újságíró, somogyi néphagyomány gyűjtve, Buzsák határában beleszaladt egy 5-6 éves forma kisfiúba. És hát megkérdezte, ugye szóba áll a felnőtt ember a kisfiúcskával, mert eltévedt és kereste a falu felé vezető utat. És hát ilyenkor minden jó nevelt felnőtt ember, egyébként ez klasszikus, én nem is tudom, hogy magamon is megfigyeltem, akkor mit kérdezünk? Jársz iskolába? Jól tanulsz? Na természetesen itt is ezek a emelkedettségre valló kérdések, ha emlékszem gyerekkoromban álltam, és Úristen! Az ember tudta, hogyha a felnőtt még nem látta, akkor ez lesz az első kérdése. Most itt is a gyerek nyilván föl volt már készülve, találkozott ilyen tapasztalt felnőttekkel, és hát azt kérdezte tőle ez a kiváló ember volt egyébként, hogy tudsz-e olvasni, és mit mondott a fiúcska? Könyvből nem. Na most az a szerencsénk, hogy erre fölfigyelt a buzsáki néphagyomány földolgozója, és megkérdezte, a könyvből nem, hát akkor miből? És felmutatott az égboltra, és a következőket mondta. Ezt a könyvet a Teremtő Isten minden este fellapozza a fejünk fölött, és én a csillagokban tudok olvasni. És hát leesett a tudósnak az álla, szerintem azóta úgy tartja, de azért minden esetre... Ő ezt szépen leírja, azért nem mondom a nevét sajnos, mert ez a könyv egyetlen egyszer volt a kezembe, és nem jegyeztem meg a szerzőnek a nevét. De mivel éppen, na most nem akarom részletezni, tehát megvan a könyv. Tehát bármikor utána lehet nézni. Tehát visszatérve a lényegre, és megkérdezte ez az ember, hogy akkor, és ki tanított meg erre, és mi volt a válasz? Az édesapám. Tehát bizony a csillagos égboltból lehet olvasni. És hogyha az ember a kezébe veszi ezeket a 1800-as évekből származó, 1700-as évekből származó kalendáriumokat, most érdemes ezeket forgatni. Miért? Mert kiderül, hogy mi annyira lenézzük az egyszerű földművest, amennyire egy bunkó proletárt viszont le lehetne nézni. Tehát ez nem értékítélet, de engedelmet kérek. Egy földműves legalább értéket termel. A mindennapi élettel van kapcsolata. Egy gyári munkás gyakorlatilag, hogyha ő végig gondolja az életét, és mondjuk, amikor már ténylegesen leélt több évtizedet, akkor mi okozza a úgynevezett szabad időben bekövetkező nagy katasztrófákat? Hát rájön arra, hogy értelmetlenül töltött el évtizedeket
a gyárban a gépe mellett, mert semmi hasznosat nem termelt. Az egy nagy mese, hogy ott valami csodálatos dolog egyáltalán történik. Na most ezekben a régi kalendáriumokban még az is meg van határozva, hogy a magot melyik órában, na de melyik bolygó órájában kell elvetni. Nem tudom, hogy érzékeljük-e a lényegét az egésznek. Tehát nem elhinti a magot. Számára az, hogy Jupiter órájában mondjuk szombati napon, vagy pénteki, vagy hétfői napon kell elvetni a magot, ő ki tudja számolni, hogy Jupiter órája egy 24 órás rendszeren belül az éppen hanyadik óra. És semmiféle gondja nem volt vele. Akkor miért vonjuk kétségbe azt, hogy mondjuk a népdalok, a népballadák és a népmesék kozmikus keretrendszerben fogalmazzák meg a mondani valójukat. Hát maga az élet jelenik meg ilyen keretrendszerben. Na most az, hogy a hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, erről kell beszélni. Miért? Azért, mert a hét csillag egy olyan konstellációba rendeződik az utolsó vagy végső ítélet pillanatában, amely gyakorlatilag előre kiszámítható lenne, ha mi tudnánk, hogy éppen az a vészterhes konstelláció. Tehát erre szokták azt mondani egy kicsit olyan romantikus módon, hogy a csillagokba van írva. Igen, a csillagokba van írva, de működik a kegyelem. Tehát nem végzetszerűen, hanem tendenciaszerűen, hajlamszerűen, jelzésszerűen lehet fogni a csillagos égbolt üzenetét. Na most az első gyülekezet az az efeszoszi vagy efézusbeli gyülekezet. És szó szerint fogok néhány részletet felolvasni, csak azért, hogy nehogy arra gondoljunk, hogy most a nagy belemagyarázások korszakát éljük. Tehát, az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Magyarul, az efézusbeli gyülekezet angyalának. Kinek kell megírni? És akkor jönnek a biblia magyarázók, a modern, ugye, a szakértői magyarázatok. Hát ezt már múltkor idéztem. Hát ugyanis ő is látja, hogy angyal, angelos, tehát nem lehet félreérteni. Na de ki a gyülekezet angyala? Hát a gyülekezet angyala, és ténylegesen magas rögtű a magyarázat, a gyülekezet elöljárója. Most egy gond van, annak a neve a presbiter. És amikor presbiterről szó van, akkor külön így nevezi meg. Az angyal az angyal. Tehát olyan, hogy én kinevezem a mit tudom én, a éppen kinevezett presbitert angyalnak, de ez a pártállami időkben is elképzelhetetlen. Hát az angyalról azt kell tudni, hogy nem azonos értékrendet képvisel az emberrel. Tehát fölötte is van, és bármennyire hihetetlen, alatta is van. Tehát az angyal végül is lebegtetett státusszal rendelkezik. A középkorban végig visszatérő téma volt az, hogy a miséző pap magasabb szinten van, mint a legmagasabb szellemi fokozaton lévő és Istenhez legközelebb álló angyal. És ennek megvolt a maga oka is, én ezt most nem akarom részletezni, lényeg az, hogy az egyházi dogmákba is belekerül ez a tétel. Viszont ha én tudom azt, hogy hét csillag és hét angyal, akkor legalább odáig el lehet jutni, hogy ezeknek a bolygó tulajdonságoknak esszenciaszerű sűrítménye fogalmazódik meg az angyal megnevezésben. Tehát akkor én már a bolygót ugyan nem istenségként tisztelem, de legalább annyit feltételezek róla, hogy belső intelligenciája van. Na most a Földnek, mint égitestnek, gondolom ezt azért most már a 21. század elején, ha egyáltalán ez a 21. század,
de ez egy külön kérdés, legyünk nagyvonalúak. Lényegében tényleg a 21. század. Valójában azonban úgy tűnik, hogy 300 évvel megkurtították az időnket. Teljesen mindegy, hogy az ember ezt hogyan értékeli, hangsúlyozom, mert úgy felgyorsították az idő mozgását, hogy az valóban most ott tart, mintha rendes kerékvágás, normális időszámítás alapján mi most 2003-at írnánk. Minden esetre tehát visszatérve az angyalnak, a bolygónak és a csillagnak a kapcsolatára, éppen a Földnek, mint lénynek működésén értelmezve lehet érzékelni, hogy igen, ez egy lelkes univerzum. Hát mind a mai napig az időjárásról semmit nem tudunk. A Föld belsejében végbe menő folyamatokról akkor értesülünk, amikor valahol vulkánkitörés történik. Ugyanakkor az egész földi életről egyet lehet tudni, hogy önszabályzó mechanizmus alapján működik. Na most ez mit jelent magyarul? Ez azt jelenti, hogy intelligencia működik itt. Tehát azért nem céltalan a földi élet, nem parttalanul árad, hanem rendkívüli módon szabályzott életről van szó, amit kozmikus léptékben az is alátámaszt, hogy a Földnek az egyetlen kísérője, égi kísérője a Hold, amikor teli Hold van, Földről nézve a korongja pontosan akkora, amekkora a Napnak a korongja. Ez általában csillagászokat is eljutat arra a felismerésre, hogy a naprendszer kialakulását is egy természetes, de ugyanakkor intelligens erő működésére vezetik vissza. Tehát általában az öncélú élet kialakulását éppen a Föld-Hold-Nap kapcsolattal lehet a legtisztábban megcáfolni. Hát erről majd egyébként lesz szó, mert az egyik gyülekezet angyalánál éppen a Hold tulajdonságokhoz fogunk majd elérkezni. Tehát úgy tűnik, hogy a Nap az egy belső emberi ésszel megfogalmazható szinten szellemiséggel, értelemmel, érzelemmel és akarattal rendelkezik. Miért? Mert viselkedik. Tehát követhető a viselkedése. Van egy lüktetése. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én csak a nap volt tevékenységét követem nyomon. Na most ez olyan 10-11 éves ciklusonként ismétlődik. A Földön mi történik ilyenkor? Az emberi szervezetben. Hát ezt az úgynevezett kozmobiológia réges-rég tisztázta. Amikor megnövekszik a napfolt tevékenység, akkor szinte végig söpör a Földön egy hatalmas nagy szívinfarktus hullám. Tehát abban a pillanatban. Hát ugyanakkor a Hold tevékenysége, nem akarom részletezni, mert ez túlságosan izgalmas, tehát azért lehet tudni. A gyengébbik, nem a női nem, az saját bioritmusát tekintve a Holdhoz kötődik. Tehát az a bizonyos ciklus, amikor telítődik és kiüríti a méreganyagot a vérútján a szervezetéből, ez bizony a holdjárásához kötődik. Tehát akárhogy nézzük a földi életet, igenis, ami a makrokozmoszban jelen van, lényegében a mikrokozmoszban is megjelenik. Na most a Merkurról is lehet tudni, hogy van egy viselkedése, és ez nem csak a pályaadatai alapján mutatható ki. Tehát nagyon sokféle jelzést észlelünk. Ugyanakkor a Vénuszról mit szoktak mondani? Hát a Földnek az ikertestvére. Na de milyen alapon az ikertestvére a Földnek? Ez egy külön kérdés. De az, ahogy mondjuk egy bolygó viselkedik, tehát a földi vizsgálatok alapján, az a legmodernebb műszeres csillagászattal is visszavezethető az ókorban már érett formában megjelenő asztrológiai tanításokra. Az asztrológiát igazából a felvilágosodás korával induló évszázadok járatták le.
és az, amit ma Magyarországon asztrológia címszó alatt oktatnak és tanítanak, én azért tudom, hogy kik oktatnak és tanítanak, de azért nem árt tudni. Nagyon távol állnak attól, hogy valóban bolygó tulajdonságokról beszéljenek. Könyvekből, világos? Tehát azért van különbség egy bolygó tulajdonság, és könyv útján terjedő hagyomány által regisztrált tulajdonságözön között. És ha megfigyeltük, akkor az úgynevezett nyugat-európai asztrológia, és hát ami meghonosodott itt Magyarországon is sajnos, vezető értelmiségi körökben egyébként. Tehát azért sejtem, hogy nagyon sokan végeztek asztrológia tanfolyamot, én is egyébként. És kénytelen voltam megállapítani, hogy az egész úgy, ahogy van, ténylegesen inkább káros, mint hasznos. Hát ha valaki már egy asztrológia tanfolyamot végigjárt, hogy a hallgatók milyen ilyen önfelett csámcsogással vájkálnak egymásba, hát engedelmet kérek, ez felelőtlenség. Egy asztrológus régen mester volt, tehát tanító volt. Nem a pletykát üzemeltette mindenféle szinten. Ez egy szubtilis szinten való, hátunk mögött egymást kibeszéljük tanfolyam. Hogyan lehet parazita módon egy tudományt embertársaink ellen, persze nagyon kedélyes körülmények között felhasználni. Megcsinálom a horoszkópot. Ne csináld meg a horoszkópomat. Előbb a saját lelkedben lévő világot rendezd. Hát egészen elképesztő méreteket ölt, és sajnos tudni kell, hogy nem véletlenül működtetik úgy a társadalmat, hogy időnként tiltják, ez volt évtizedeken keresztül, aztán elengedik. Miért? Mert amíg tiltják, addig úgy tűnik, hogy az nagyon fontos. És amikor végül elengedik, amikor a szelepet ki kell engedni, mindenki oda megy. És gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Érett, felelős, felnőtt emberek nem nagyon kerülnek ki ilyen tanfolyamokról. Viszont alapvető szinten nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Tehát most nehogy azt higgyük, hogy itt az asztrológus legákat az ember mindenáron mószerolni próbálja, de egyet tudni kell. Ha vennék a fáradtságot, hogy valóban az égbolttal ismerkednek meg, és nem a tankönyvekkel, éppen azért, mert Magyarországon élnek, és itt óriási hagyománya van a csillagászati hagyománynak, ténylegesen nagy eredményeket tudnának elérni. Na most, a Szaturnuszon kívül van-e egy olyan bolygó, amelyet olyan alapossággal részletesen tudnának minden konyha típusú asztrológia könyvben elemezni? Kiderül, hogy nincs. Érdekes módon Szaturnuszról mindent, de tényleg mindent. Ugyanakkor a Jupiterről gyakorlatilag semmit. Pedig Szaturnuszról lehet tudni, hogy in fortuna major, tehát a nagy szerencsétlenség, ő a nagy rossz indulatú. Tehát minden tehertétel, minden megpróbáltatás, amiben egyébként van pozitívum is. Tehát félreértés ne essék. De végeredményben ne felejtsük el a diagnózist, én is el tudom a mai társadalomra mondani, hogy mi a gond. Na de egyszer valaki a kivezető utat mondja már meg. Na most ez ténylegesen egy kortünetnek a jellegzetessége. A Jupiter pedig a nagy jó indulatú, a nagy jó tevő. Igen ám, de a Jupiter a magyarok csillaga, hogy érthető legyen. És az, hogy Magyarországon egy asztrológus a magyarok csillagának működéséről semmit nem tud mondani, ez már tragikomikus. Ez már tényleg tragikomikus. Most a Jupiterről mit lehet tudni? Saját energiatermelése van. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több hőt sugároz ki magából, mint amennyit a naptól kap. Erre szokták azt mondani, hogy ha egy kicsit sűrűsödne benne az anyag, akkor olyan reakciók indulnának be, amely abban a pillanatban csillaggá alakítaná át a Jupitert. Ugyanakkor a csillagászat azt is számon tartja, hogy egy mini naprendszerként működik.
Na most ezt azért érdemes ezeket az úgynevezett csillagászati adatokat felemlíteni, mert majd látni fogjuk, rendkívül lényeges lesz. Tehát, hogy miért kapja meg a Jupiter, mondjuk, mint bolygóistenség a kezébe a villámot. Villám köteg van a kezébe az úgynevezett asztrológiai ábrázolásokon. Azért, mert hatalmas villámlások mennek végbe a légkörében. Tehát a legmodernebb műszerezettségű csillagászat sem tud lényegében többet mondani, csak egy ősi hagyomány lelkesíteni tudja ezt a működést. Na most visszatérve tehát az efeszoszi gyülekezetre, mert az idő megy, szünetet nem tartunk, és a hét csillagtitkát meg kell értenünk. De egy fél óra, ha még fél órát kibírunk, mennyi az idő egyébként? 7:10, na jó, bő fél óra, 8 körül befejezzük. Tehát efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között. Tehát ki az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot? Ki az, aki a hét aranygyertyatartó között jár? Nos, nagyon egyszerűen lehet erre a választ megadni. Hát, aki a hét bolygórendszert működteti. Tehát a működtető, a fenntartó, az igazgató nem azonos a teremtővel. Tehát itt azért pontosítani kell a fogalmakat. És a hét aranygyertya tartó között jár. Na most az aranygyertya tartóba általában gyertya van, a gyertya pedig égni szokott. Emlékezzünk vissza arra, hogy ez nem a hétágú gyertya tartóval egyenértékű. Egyébként a naprendszer modellezését tekintve a hétágú gyertya tartó tökéletes. Bár tudná, ezt egyébként tudják. Tehát ha valaki mondjuk a úgynevezett ószövetségi hagyományról már kézbe vett olyan könyvet, amely egyrészt csillagászati vonatkozásban is tárgyalja az ószövetségnek a legfontosabb szimbólumait, akkor hogyan örökítik meg? Éppen rabbik, hogy úgy mondjam, és kabalista mesterek instrukciói, vagy éppen hagyatékai alapján. Hát úgy, hogy a hét ágban elhelyezkedő gyertyák, azok a hét bolygórendszert vetítik elénk. Középen természetesen minden alkalommal a napnak a képjele kerül. Tehát ő van középen, és a többi az, amely körülötte mozog. Na most visszatérve a hét különálló gyertyatartóra, és ez nagyon lényeges a kettőség. A menóra az egy merev rendszer. Tehát amihez mondjuk az ószövetségi hagyomány, az ószövetségi hagyomány ez így azért nem helytálló, mert a zsidóság története az ószövetségben nem Ádám és Éva teremtésével kezdődik, hanem Ábrahám úr városából kivonul. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy itt egyetemes emberi értékek fogalmazódnak meg, az Ószövetségben, és egyre inkább válnak egyetlen egy népnek a hagyományává, és minél inkább annak a népnek a hagyományává válnak, annál inkább olyan szellemi tartalommal telítődnek. Hát az összes nagy mitikus főszereplője az Ószövetségnek, Sámsontól kezdve Delilán át. Hova vezethető vissza? Eszterre is lehet gondolni például. Hát a mezopotámiai népek ősvallására. Eszterrel kihez jutunk el? Istárhoz, vagyis az esthajnal csillaghoz. Sámsonnal, Samas napistenhez. Tehát itt tulajdonképpen megmerevedik egy hagyomány. Már értelmezés szintjén jelenik meg. De rögtön az indulásnál nem árt tudni, hogy ott egy kicsit szellősebb még a világ. És bármennyire hihetetlen, magyar nyelv alkalmazásával sokkal többet lehet elmondani arról, ami történik, mint mondjuk az adott nyelvvel, amit adott nyelvnek tekintenek, ez pedig a héber vagy az arámi, teljesen mindegy ebből a
szempontból. Tehát a menóra, ami végül is hát, mutatja az időt, mint minden óra, ezért a mennynek az órája. Igen ám, de a menóra az merev karok szerkezeteként jelenik meg, vagyis lehet ez a naprendszernek a, hogy úgy mondjam, megidézője, a hét bolygó rendszer, vagy egy hét csakra rendszer, na de milyen váz az, ami megidézi ennek a világnak a működését? Merev. Tehát ez azt jelenti, hogy egy pillanatban megmerevíti, és úgy hagyja. És miért képvisel mondjuk többletet az, hogy hét gyertya tartó, és közötte járkálok? Hát azért, mert itt egy kicsit dinamikusabbá válik ugyanennek a rendszernek a modellezése. Mert akkor arra föl fogok figyelni, hogy mi az, ami, vagy ki az, aki a gyertyatartók között jár. Egy menóra ezt nem teszi lehetővé. Miért? Mert már a merevség magával ragad, megbabonáz. Látom, hogy vannak karjai, szépen ki vannak dolgozva, és rögzítve van. Nem tudom elképzelni mozgásában, pedig ellet tengely körül forgatom, de akkor is merev. Tehát ne felejtsük el, hogy a bolygópályáknak bizonyos kilengésük van. Tehát a pálya adatok egy bizonyos pontosítás után már egy úgynevezett kristály szerkezettel mért időpontosítás nem tesznek lehetővé. Mi? Mert lélegzik ez az univerzum. A naprendszer is egy kicsit lélegzik. Na most a hét gyertyatartó között maga a világ világossága jár, vagyis maga a fény. Hogyan jár a fény a hét gyertyatartó között? Úgy, hogy minden egyes bolygó végeredményben a napnak a fényét veri vissza. És itt az első képletben egy ilyen naprendszer, vagy hét bolygó rendszer megfogalmazása jelenik meg. És jobb kezében tartja, tehát megtartó erő. Na most, hogy nevezzük azt az erőt, amely a bolygókat a pályájukon tartja? Erre van egy nagyon szép tudományos kifejezés, de ezen kívül, hogy ez micsoda, senki nem tudja. Ha valaki nekem meg tudja mondani, hogy mi a gravitáció, nem mondom, hogy milyen jutalomban fog részesülni, mert én most már ettől eltekintek. Tehát gyakorlatilag használunk kifejezéseket, de fogalmunk nincs, hogy mit jelent, fogalmunk nincs, hogy hogy működik, egyet tudunk, hogy rend van a naprendszerben. Viszont mivel mi a tudományos elméletet próbáljuk előrevetíteni, bevetünk modelleket, matematikai egyenleket, fizikai szintű magyarázatokat, és végül ott vagyunk, hogy nem tudunk magyarázatot adni. Az egyik legnagyobb talány az egész univerzum viselkedésén, ezen belül a tejútrendszer, ezen belül a állatöv kisvilága és a hétbolygórendszer működésén belül az, hogy mi a gravitáció. Tehát mi az, ami összetartja. Aztán lehet mondani, hogy a közös tömegpont körül kell bármit. Hát ezek nagyon szép kifejezések, de a lényegre nem tudunk magyarázatot adni. Na most itt egy megtartó erő, a jobb kéz. Tehát ez azt jelenti, hogy a két kéz között azért viselkedésben, működésben óriási a különbség. Tehát erről már volt szó. Nagyon egyszerűen. A jobb kéz az a kéz, amivel áldani szoktunk. A bal kéz pedig az, amivel ösztönösen elutasítunk valamit. Na most itt a jobb kéz működik. Tehát Isten bal kezéről nem nagyon szoktak beszélni. A jobb kéznek viszont külön hagyománya van, és ebben a mindenféle jobbító szándéknak is a működését tetten lehet érni. Na most ez a titokzatos erő, ami működik. Ezt végül is le lehet fordítani emberi nyelvre. És éppen Jézus szavai által kapja meg az igazi jelentését. De én most nem Jézus szavait fogom idézni, hanem magyar népdalt. Szerelmes a nap a holdba, a hold az esthajnal csillagba, én pedig, hát
attól függ, hogy éppen hol járok, de reményeink szerint a régi szeretőmbe, és az első szeretőbe. Na most mi tartja pályán a napot, a holdat és az esthajnal csillagot? A szerelem, vagyis a szeretetnek a legmagasabb foka. Na most van-e vonzás a szeretetbe? Hát akik szeretik egymást, azok vonzódnak egymáshoz. Végeredményben, ami itt működik, az maga a szeretet. Ezért nem túlságosan jó a naprendszert a föld rongálásán keresztül rongálni. Mert itt ténylegesen a legmagasabb szintű szeretet működik. No, tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Na most ez egy nagy dörgedelem. Látszólag itt már szintiszta helyi vallásos problémákkal kell szembesülnünk. Hát nem olyan egyszerű a dolog. Figyeljünk a kulcsfontosságú fogalmakra. Tudom a te dolgaidat, hát ez idáig érthető. A te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted. Tehát fáradtság, tűrés, tehát ez azt jelenti, hogy itt egy hatalmas erő működik, amely érettünk fáradozik, és a gonoszokat valahogy nem szenvedheti. Most a gonoszt egy végső, hogy úgy mondjam, kozmikus színjáték alapján a világosság vagy a sötétség képviseletében találjuk megjelenni. Nyilvánvaló módon a sötétség képviseletében. És mi az, ami átvilágít minden gonoszságon, amely áthat minden rosszon, és nem szenvedheti? Az maga a fény. Na most úgy tűnik, hogy itt már a fény közegébe járunk, és hát van egy nagyon szép, figyelj, apostoloknak mondják magukat, ezt jegyezzük meg. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Mert az első résznél még az ember hajlamos lenne megpróbáltatás, tűrés, szenvedés, fáradozás, de hogyan folytatódik? Még egyszer felolvasom. Terhet viseltél, hát a teherviselés egyetlen egy bolygóra jellemző általában. Ez maga a Szaturnusz. Tehát a Szaturnusz az a tehertételeknek az ura. Igen ám, de a Szaturnuszra a fáradékonysága jellemző. Honnan tudjuk? És itt érzi az ember azt, hogy mondjuk a magyar népmesei univerzumból többet lehet egy hétbolygó rendszer működéséről megtudni, mint mondjuk, nem akarok most szerzőket megnevezni a híres vagy hírhet asztrológiai könyveikből. Egyszerűen szégyen és gyalázat egymás könyveiből saját irodalmi stílusuk szerint kimásolják azt, hogy ez a bolygó és ez a bolygó, de milyen viselkedés jellemző. Ez egy kicsit máshogy működik ám a világ. Tehát pontosan lehet érzékelni azt, hogy itt a megpróbáltatások, ezek nem azért jelentenek megpróbáltatásokat, mert teherként ne, persze teherként, na de miért nehezedik az emberre teher tételként? Azért, mert neki nincs elég energiája. Népmeségben ez hogy jelenik meg? Jön egy idős, öreg, összakálú ember, aki ráadásul legtöbb esetben az ábrázolásokon mozgássérült is. Nem azért, mert éppen baj van vele, hanem azért, mert földről nézve, mivel ő kering a legkülső pályán, hát nagyon lassúnak tűnik az ő vándorlása. És mi az, amit kér ilyenkor? Kenyeret kér, vagyis erőt kér, energiát kér. Tudása van, de ereje nincsen. Na most itt viszont mi fogalmazódik meg? Terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál.
fáradhatatlanul ontja az energiát. Tehát a terhet viseli, fáradozik, de fáradhatatlan. És az én nevemet, az én nevemért. Na most itt már kezdünk azért ám célba találni, de folytatjuk. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Na most, ha én azt mondom, hogy első szeretet, már hol járunk? Hát nem a Bibliában, az Új Szövetségben, hanem ez a magyar népdaloknak a fő témája. Hogy mi van az első szeretettel, és mi van a másodikkal. Na most kiért kell nagyon sokat szenvedni? Ki az első szeretőjét elhagyja, egész életében csak azt síratja. Én is olyan szeretőmet hagytam el, amíg élek, soha nem felejtem el. Na most ebben nem ez a lényeg, hogy elhagyta, hanem a másodikért de sokat kell szenvedni. Tehát ez egy önként vállalt áldozati út. Tehát nem arról van szó, hogy minden faluban van 4-5 nyavajgó, akinek egyszer fiatal korába bejött, és állandóan azt sírja vissza. Nagyon jól nézne ki az a társadalom, ahol állandóan valamilyen korai kalandra emlékezne vissza a kedves nagypapa és nagymama, és időnként elénekelnék egymásnak. Hát az emlékezzünk vissza egy régi családba. Hazamegy mondjuk a nagymama, és elkezd én egy régi szeretőmért mit meg nem cselekednék. Egyszerűen lehet érzékelni, hogy még életképi szinten sem vagyunk hajlandóak komolyan gondolni azt, ami énekes és szöveges hagyományban, népdalok útján ránk maradt. Na most az én nevemért fáradoztál. Itt egyértelműen Jézus Krisztusról van szó. Most Jézus hogy nevezi magát végig az evangéliumokban? Világ világossága. Egy hétbolygó rendszeren belül a világ világossága az maga a nap. Tehát gyakorlatilag eljutottunk az első azonosítható bolygó tulajdonsághoz. Ez pedig a nap. Tehát fáradhatatlanul ontja az energiát, valakinek a nevéért fáradozik, és ez maga Jézus Krisztus. Sol Justitiae, igazság napja. Ez Jézus egyik kanonizált neve a keresztény egyházban. Hol van Jézus születésnapja? Hát eleve a nappájához kötődik, és egy fordulóhoz, a téli napfordulóhoz. És minden földi életet végeredményben a napnak a fénye hív életre. Tehát a földi élet napfény nélkül nem is létezne. Ezért mondhatja magáról, hogy az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital, minden energia a fényből érkezik. Emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Ha pedig nem hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Na most ez egy dörgedelmes figyelmeztetés. Ha a napnak a gyertyatartóját kimozdítja, az egész naprendszer összedől. Tehát az égvilágon semmit nem kell tenni. Tehát abban a pillanatban már minden magától összeomlik. És hát végül is ez maga az első a sorban. Tehát megkaptuk az elsőt. Megkaptuk a nappali égbolt fő világosítóját, magát a napot. De megvan benned az, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És itt általában el szokták mondani, hogy hát ha Jézus Krisztus hogy mondhat olyat, akár úgy, mint emberfia, akár úgy, mint hasonló az ember fiához, hogy gyűlölet. Na most engedelmet kérek, de remélem nem lesz ijesztő. Azt a mocskot, amivel teleárasztják a világot, sajnos én is gyűlölöm. De nem indulatból. Tehát lehet tudni, hogy igen, van egy határ. Eddig lehet dédelgetni, eddig lehet kedvelni, de hogyha az élet magasztosabb céljait meg akarom valósítani, akkor bizony a bűnökkel olyan módon kell felvennem a kapcsolatot, hogy fel kell vérteződnöm. És nem pátyolgathatom. Például
törvény keretén belül nem fogok olyan intézkedést hozni, amilyen intézkedéseket itt hoznak. Igen, és itt tudni kell, hogy nincs alku. Tehát egészen egyszerűen a gyalázatosságot nem lehet elszívlelni. És akkor gondolom hallottuk a legújabb fejleményeket, hogy a tanár nem jelentheti személyiségi jogok alapján. Tehát elképesztő. Nyilván egy gyereknek ez ilyen nagyon jó érzésként merül föl, de a szerencsétlen idióta tudná, hogy ez az ő élete ellen van. Akkor már nem örvenden ennyit. Ne felejtsük el, világcégek forgalmazzák ezeket, az úgynevezett narkotikumokat. Tehát semmiféle olyan vonatkozásban nem érdekesek, hogy néhány gazdasági világtársaság ne ebből élne meg. És igenis egy gyerek a saját életét ilyen potrohos szemétláda dögökért ne adja oda. Hát ezt egy gyerek tudná, nem is keresni az ilyen bódulatot. De hát nem tudja sajnos. Na, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Most az élet fája az a fényfa, és a győzedelmesnek. Most a győzedelemről majd még külön meg fogunk emlékezni, ugyanis végigvonul. Aki győz, a győzedelmesnek. És kiderül, hogy lehet győzni. De az, hogy hogyan, ez egyetlen egyszer fogalmazódik meg a jelenések könyvében. És nincsen pardon. Megelőlegezem, mert ez már a következő alkalomra marad. Végig arról beszél, hogy aki győz, aki győzedel. Na de mondd már meg nekem azt, hogy hogyan kell győzni. És megmondja. Mert újraindul egy folyamat, és feltépik az első pecsétet, jöjj és lásd, és mi történik? Megnyílik az ég, és egy fehér lovon ülő a fehér lóval kilovagol. A fején korona van, a kezében íj és nyíl. És miért jön ki? Ki jön azért győzve, hogy győzzön. Egyetlen egy tulajdonságkör bontja ki a győzelmi esélyt. És ez melyik? Fehér ló, lovas kezében íj van és nyíl van, a fején korona. Na most ki lehet találni? Nagyon nehéz kitalálni, ugye? Mert hazataláltunk abba a pillanatba. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a fehér ló, azaz állatövi keretrendszerben a nyilasnak a keleti váltópárja, és a magyar népet a mundánasztrológiai hagyomány minden időben a nyilas, vagyis a ló tulajdonságokkal elegyelte el. Tehát ezzel egységben látta. Hanem ami a legfontosabb, az, hogy korona van a fején. Tehát itt egy korona működik, majd látni fogjuk. A jelenések könyvében egy korona működik. No, tehát ezt megelőlegeztem, de erről majd a következő alkalommal részletesebben be kell majd számolni. Na most jön a következő gyülekezet, a Szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Tehát első volt az Efesos, a második a Szmirnabeli gyülekezet angyala, és szerintem a második gyülekezet angyaláig fogunk eljutni. Tehát ne is álmodozzunk, hogy tovább fogunk menni, de én megelőlegezem, hogy minden egyes gyülekezet nevének kimondása után a bolygó minőség jelét is föl fogom rajzolni. Tehát ez már a tovább gondolást lehetővé fogja a következő alkalomra tenni. Na most, ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Vagyis ezt mondja az első és az utolsó, aki halott vala és él. Na most már az utolsót meg tudjuk előlegezni. Aki halott vala. Melyik az az égi test, amelyik hónapról hónapra meghal és megújul? Hát ez bizony maga a hold. Tehát első és utolsó, aki halott vala, és ki az, aki él örökkön örökké? Hát természetesen a fény az, ami, és minden energia, ami a napból árad.
Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, nocsak. Ez akár egy, hogy mondjam, diagnózis is lehetne, és itt kezdünk egy kicsit hazatalálni. Miért? Figyeljünk oda a mondatokra. Tudom a te dolgaidat, tehát tudja a dolgainkat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy. Na mi meddig szoktuk magunkat nyomon követni? Segítek. A nyomorig és a szegénységig, és nem vagyunk hajlandók észrevenni azt, hogy de igenis a leggazdagabb népek között találjuk meg a helyünket. Egyébként sajnos ennek még aktuál politikai vetülete is van. Miért? Mert közzé tették a világ leggazdagabb országainak névsorát. Nem is olyan régen, pár hónappal ezelőtt. Magyarország hanyadik? Már nem is emlékszem, de huszonvalahányadik. Na most tudjuk, hogy ez mit jelent? Hát ez tévé híradóba így bemondták. Amerikai Egyesült Államok, nem tudom, valuta alap közbé tette, világ nem tudom hány sorszámáig jelölték a leggazdagabb országokat. A leggazdagabbak között van jelen pillanatban Magyarország. Ehhez képest mi hol tartjuk magunkat számon? Szerencsétlen ország, kis ország, szegény ország, milyen jó lesz ez az unió, mert majd mi is gazdagok leszünk. Persze majd, ha a világ proletáriai egyesülnek, akkor nagy valószínűség szerint éppen azért nem leszünk gazdagok, mert ők egy nagyot egyesültek. Hát én az ifjú éveim alatt évtizedeken keresztül mivel etettek bennünket? Pontosan ezzel most még nehéz, de majd a 5. 5 éves terv után már nagyon jó lesz. Akkor lehetett látni, hogy blöff ez az egész, akkor átrendezik a világot. És jön az újabb 5 éves terv. Na most az a helyzet, hogy az új unió ígérgetések szintjén szűkebb keblű, mint a régi unió. Miért? Mert a régiben belátható időre tették a meggazdagodásnak a lehetőségét. Az újba figyeljünk oda, amikor ilyen komolyan kell nyilatkozni. Mit mondanak? 10, 15, 20, 25 év. Magyarul én majdnem használtam, el kell felejteni. Hát, és ténylegesen ez most elég nagy derűt okoz, és az a szörnyű, hogy egy fiatalnak, akinek nincs élettapasztalat, ő mit mond? Hát 10, 15, 20 év az semmi. Hát majd amikor nyugdíjas lesz, és gyakorlatilag az idegeknek jövevények a szájába belenyúlnak, és majd kiveszik a protézisével együtt az ételmaradékot, mert még azt is elveszik tőle, majd akkor talán megjön az esze. És ma a legnagyobb veszélyben a fiatalok vannak. Miért? Mert ígérgetnek nekik külföldi egyetemeken előre menetelt. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a jövendő értelmiséget Magyarországról kivonják. Vagyis generációs válság keretén belül majd be kell hozni szakembereket. Mondván, hogy itt nincsen. Honnan fogják behozni a szakembereket? De egyébként már réges-rég belül vannak. Tehát gyakorlatilag Magyarország megsemmisítését, felszámolását szemünk láttára készítik elő. Tehát elszívják, hát ezt így szokták mondani, az intelligenciát. Na de egy szerencsétlen fiatal hogyan fogja ezt fel? Hogy őt milyen nagyra becsülik? Engedelmet kérek, a haza árulókat soha sehol nem becsülték még nagyra. Tehát használni fogják az eszét, használni fogják az intelligenciáját, a háta mögött meg köpnek majd egy jó nagyot. Mert minden időben ezt így szokták csinálni. Na most, tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, szegénység, de gazdag vagy. Na most nem akarom itt a gazdagságot végig sorolni, de egyet tényleg tudni kell. A jövő évszázadait azt fogja megnyerni, ez klasszikus példa. A Földön csak az lehet ilyen körülmények között a jövendő élet befutója, akinek van ivóvize. Na most az emberiség legnagyobb használható ivóvíz készlete az hol van?
az itt van a Kárpát-medencébe. Hát a sivatagokból nem lehet ivóvizet kipréselni. Na most itt van még egy többlet is. Ez pedig azt jelenti, hogy belerúgok egy kavicsba, és már a gyógyvíz jön a felszínre. Hát emlékezzünk vissza, amikor a Napkapu könyvesboltba az uniós kérdésről ment előadás sorozat. És ott hát egy kiváló ember, politikus, talán államtitkár volt. Mindegy, pontosan tudjuk, hogy kicsoda. Lényeg az, hogy ő teljes jó indulattal ment ki Brüsszelbe tárgyalni, és mikor mondta azt, hogy ezek nem is emberek, hanem elmebetegek. Amikor szóvá tették nekik, hogy a magyar gyógyvíz az nem EU szabványosítható, és a magyar elvtársak valamit tegyenek már. Szóval itt lehet, ezek idióták, komplett idióták úgy, ahogy vannak. Miért? Mert a magyar gyógyvizeknek a tápanyagértékük messze fölötte van mondjuk a legmagasabb értékeket mutató úgynevezett Európa más országaiban található gyógyvizek értéke fölött. Tehát nem szabványosítható, kilóg. Na most melyik eszmerendszer vezette be azt kötelezően, hogy mindenhol egyenlőség, szabvány nem lehet kilógni? Hát ezért unió a neve, könyörgöm. Hát azért, mert az egyik az olyan volt, az még le sem csengett. Honnan lehet tudni, hogy le sem csengett? Hát onnan lehet tudni, hogy az előző unió politikusait működtetik annak érdekében, hogy a következő unió megvalósuljon. Hát külön úgynevezett számítógépes puccsot kellett az elmúlt választáson Magyarországon kivitelezni ennek érdekében, hogy ezeket a régi uniós szakembereket hozzák elő. Na, véletlenül nem... Na, menni kell tovább. Tehát gazdag vagy azoknak káromkodását, hát igen, na most figyeljünk oda. Ezeket az igehelyeket valószínűleg majd előbb-utóbb, ugye, majd valamilyen zsinaton, mert érzékenységet sért. Csak hogy figyeljünk oda, hogy egyáltalán nem sért érzékenységet. Tehát tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Na most ez kőkemény beszéd. Most ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag ez napi társadalmi élet szintjén megjelenik. Hangoztatják, hogy ők ugye virtigli, ilyen, olyan, amolyan zsidók, csak van egy gond. Bár zsidó lennél elvtárs, akkor egészen másról lehetne beszélni. Hát mit mond a János evangéliumban nekik Jézus? Hát bár az Ábrahám atyátok lenne a ti atyátok, miért? Mert akkor megértenétek engem, de a ti atyátok az ördög atya. Így szerepel a János evangéliumban. Sátán zsinagógája pedig jelen pillanatban a televízió. Sajnos. Nem lehet más hatásfokon azonosítani, és akik beszélnek, mit hangoztatnak? Hogy ők természetesen zsidók. Egy baj van, nem azok. Mert lehet, hogy még meg sincsenek metélve, hogy érthető legyen. No, hát nem kívánom senkinek egyébként. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. Tehát semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Lehet érzékelni, hogy itt már kezd olyanná válni a mondatoknak a jelentése, amit mi már az első gyülekezet alkalmával érzékel, apostolok, első szeretet. Hát ez egyetlen egy nép műveltségében tartozik össze. De úgy, hogy naponta használjuk az apostolt is, és az első szeretetet is. Na, nem akarom tovább ragozni, de milyen királyság a magyar királyság? Apostoli királyság. Magyar király, apostol király. És mondják egyesek, hogy ők azok. Hát 1526 óta nagyon sokan mondták itt, hogy ők apostol királyok. És leginkább a Habsburg család tagjai hangoztatták állandóan, hogy ők
ilyen királyok. Tehát lesz 10 napig való nyomorúságtok, légy hív, mint haláldig, és néked adom az életnek koronáját. Na most ezért kellett mindezt felolvasni. Abban a pillanatban, amikor eljutunk odáig, légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Na most itt teli találathoz érkeztünk el. Miért? Azért, mert egyetlen egy koronáról tudjuk, hogy még az adott ország jogtörténetén belül is élőnek tételeződik. Tehát élet koronáját. Légy hív, mint halálig, néked adom az élet koronáját. Ez ténylegesen a Szent Korona. Tehát itt egy élő korona működik, és szakrális királyság. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Na most, itt lehet érzékelni, ok a félelemre nincsen, na de melyik bolygóval lehetne azonosítani ezt a jelentésszintet? Nagyon egyszerű egyébként. Légy hív, mint halálig, néked adom az élet koronáját. Na most, hold lehet-e? A holdról le kell mondani, mert megelőlegeztük az utolsónál. Ugyanakkor lehet-e mondjuk Merkur? Hát valami miatt nem. Nem lehet viszont Mars sem. Miért? Mert Marshoz definíció szerint a kar társul. Hát majd lesz egy ilyen szöveg, akinél a két élő éles kard van. Nem is kell tovább menni. De nem lehet az esthajnal csillag sem. Miért? Mert külön megneveztetik, hogy aki győz, annak adom a hajnal csillagot. Tehát le van foglalva. Egyetlen egy bolygó marad. A Jupiter. A Jupiter a szakrális királyságnak a bolygója, és a magyarok csillaga. Tehát itt lehet érzékelni, hogy igen, hát gondolom mindenki tudja, hogy a népeknek nem csak állatövi jegy szerint végezték el, már pedig olyan népeknek, akiknek a viselkedésekről évszázadokon keresztül egyáltalán mondani lehetett valamit, tehát az idő próbáját kiálltak, hanem bolygó tulajdonságokkal is jelezni szoktak. Hát ha megkérdezem, a zsidók csillaga az ókor óta adatolt emlékek alapján, melyik bolygó a zsidók csillaga? Szaturnusz. Tehát, de úgy, hogy maguk a rabbinikus szerzők kérkednek vele, hogy a mi bolygónk és csillagunk a Szaturnusz. Ennek a csillagnak ellensége, és akkor kiderül, hogy igen, hát itt egy kozmikus méretű háború folyik. Mert megnevezik, hogy melyik bolygók azok, amelyek az ő bolygóikkal ellenségesen, ez egy mánia, hogy ellenséget keresnek. Na most az egyik az a Mars, Szittya Mars, ugye, a másik pedig a Jupiter. Így már azért kezdenek az erőviszonyok is szépen kibontakozni. Na most, légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Tehát ez az üzenet egy közösséget a koronája felé emel föl. Tehát el kell jutnia ennek a közösségnek, vagy nemzetnek saját koronájához. De mit kezdünk azzal, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Na jó, hát amikor az ember szenved, akkor azért lehet tudni, nagyon szép az igehely, de a szenvedésben pont az a szomorú, hogy hát az embert azért elönti bizonyos kétség, elönti félelem, de mégis határozottan jön a biztatás, hogy semmit ne félj azoktól. Ne felejtsük el, kiktől nem kell semmit sem félni, akik rettegésben tartják, mert hatalmuk van, egy mentalitás terjesztése révén, végeredményben az egész földi létezést. 10 napig való nyomorúságtok. Na most az ember fölírja, 10 nap, és azt mondja, fél lábon így megállok, és ha csak ennyi a gond, 10 napot kibírok. Na most ez nagyon egyszerű lenne, ha nem tudnánk valamit. Itt azért nem a kiséves keretben szokták népek történetét megfogalmazni. Mert kiséves keretben egy nemzedéknek, családoknak és személyeknek lehet megfogalmazni a történetét. Precessziós nagy évben viszont
a nemzet tulajdonságai fognak kibontakozni. Egy precessziós nagy év, az természetesen, vagyis egyetlen egy év, 2160 évig tart. Valamivel kevesebb, de így szokták kerekíteni. Egy világhónap, vagyis világhónap, igen, elnézést, 26.001 év, egy év, és 2160 év, egy világhónap. Na most, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy világnap viszont 72 évig tart. Vagyis ez a 10 nap, ez végeredményben hány évvel lesz egyenértékű? 10-szer 72, tehát egy világnap, 72 év, ezt megszorozzuk 10-zel, és végeredményben 720 évhez jutunk el. És ez egy precessziós világhónapon belül egy dekanátusnyi időszakaszt jelent. Na, itt most már izgalmassá válik a helyzet, mert tudjuk, hogy itt egyenes adásba szól tényleg nekünk az üzenet. Itt nem lehet mellé beszélni. Mert én mondhatom azt, hogy a Jupiter végül is más népek csillagászati önazonosításában is megjelenik. Na de, nincs élő korona. Nincs életnek koronája. És a nyomorúságról nem szabad elfelejtkezni. Na most ez viszont ténylegesen azt jelenti, hogy a mi szenvedés történetünk vagy kálváriánk körülbelül mai fogalmaink szerint mikor veszi kezdetét? Hát valamikor igen. Tehát gyakorlatilag az úgynevezett Magyar Királyság végjátékát éppen egy ilyen dekanátusváltás előzi meg, ha hiteles a jelenlegi időszámításunk, de most az egyszerűség kedvére ez azt jelenti, hogy 1440-nel indul az utolsó 720 év. Na most, ha hiteles a jelenlegi időszámítást, ezt hozzá kell tenni, akkor a magyar szent koronát éppen ekkor lopják el. Tehát 1440-ben. Hát erről Pap Gábor, amikor a magyarság mundán asztrológiai sorsát szokta képletezni, meg szokott emlékezni, de most ez a 300 év egy kicsit áthullámoztatta ezt a fajta rendszer. De akárhogy számoljuk ezt a kérdést, egy biztos, egy világhónapon belül, ahol háromszor 720 évnyi egységek követik egymást, egy teljes 720 éves időszakra vonatkozik egy bizonyos népnek a szenvedése. És azt is lehet tudni, hogy a szenvedések oroszlán részét honnan fogja kapni. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. Hát az a nép, amelynek ekkora múltja van. A magyar soha nem az új népek között szokták emlegetni. Hát például a úgynevezett elcsatolt részeken, például a románok, mivel gúnyolják az ottani magyarokat? Ez egy következmény. De amikor egy kicsit olyan intelligensebb, akkor mit mondanak? Egyébként magukat leplezik le, hogy ti túl régi népek vagytok, elöregettetek. Mi viszont fiatalok vagyunk. Nocsak. Hova lett a dicső dákó-román őstörténet? Tehát lehet érzékelni, amikor végre egyszer igazat mond, akkor tényleg közel jár az igazsághoz. Csak hogy az első és az utolsó, a legrégebbi és a mindig megújuló, az végeredményben ugyanaz a nép lesz. Tehát gondolom azt is sokan tudják, hogy két olyan nép van, amelyiket bárhogyan és bármilyen úton lehet keresztezni, a hetedik generációban visszatisztul. Most két nép van. Ezt már réges-rég ezeket a genetikai vizsgálatokat elvégezték. Hát az egyik nép az itt találja meg az önazonosságát, és visszatisztul. A másik nép viszont a teremtői erők letéteményese ugyanúgy visszatisztul. Tehát amennyire tragikus mondjuk az, hogy
úgynevezett vegyes házasságok köttetnek, végeredményben, ha hagyják visszatisztulni, visszaáll a régi vonal. És hangsúlyozom, mindössze két nép genetikai állományára tudták ezt a visszatisztulást rávetíteni. Az összes többi nép aztán föloldódik. Tehát huzamosan keveredik, vége lesz. Na most a magyar az nem tud eltűnni, nem tud elkopni. Hát ne felejtsük el, ennek a tulajdonságkörnek van szüksége energiára. Ennek nincsen szüksége energiára, mert kimeríthetetlenek az erőtartalékai. És hát aki győz, annak nem árt a második halál. Na most az, hogy a megpróbáltatás, mert ezt még nagyon gyorsan. Hát azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok. Tehát ennek a nemzetnek az igazi nagy megpróbáltatása végeredményben. Ha én megnézem a középkorban, hogy a Habsburgok mögött kik álltak, vagy éppen a Habsburgok származási vonalán milyen hatásokkal kell számolnunk, akkor az ember érzékeli, igen, sajnos ezek kőkemény tények, nem érdemes túlfeszíteni a kérdést, miért? Mert vállaltuk. Lész 10 napig való megpróbáltatás, és nem kell félni. Hát ha valaki elkezd félni, az tényleg mindenét el fogja veszíteni. Ez nem jelenti azt, hogy az áldozatot, vagy az áldozatvállalást el lehet kerülni, de hogyha az ember tudja, hogy ez nem céltalan, ez nem azért van, mert mi aztán annyira kivannak már szolgáltatva a szerencsétlen barmoki, nem erről van szó. Minden ősnép pontosan tudja, hogy az áldozatokat azért kell meghozni, hogy más népek, gondoljunk az asztékokra. Hát az asztékok az úgynevezett mexikói népek nagy indián családjai között már a lecsengő ágban jelentek meg. És pontosan tudták azt, hogy az az áldozat, amit hoznak, mikor? 1526-ig. Tehát amikor itt a Mohácsi tragédia bekövetkezik, ott Mexikó Tenochtitlán főszentét a spanyolok a földdel teszik egyenlővé. És hát tudni kell azt, hogy gyakorlatilag nem is ellenkeztek az indiánok. Tehát úgy mentek a fegyverek elé, teljes testüket. Hogy nem lehet. De a példamutatás soha nem haszontalan. Hát azért ne felejtsük el, ha felmutat valaki egy példát, az örökérvényű. Ha valaki nem mutat példát, arról az életben nem lehet már aztán idők után jelet kapni. Most milyen fegyvereik voltak az asztékoknak? Olyan éles, különleges kőfajtából készült kardjaik voltak, hogy egy suhintásra egy lónak a fejét kapásból le lehetett vágni. És nem használták ezeket a fegyvereket. Egy mérgezett nyilvesszőt nem lőttek ki. Na most a Európa háznak ezek a kitűnő, zseniális, okos, becsületes, emlékezzünk vissza a szövegre, amit itt elhangzott, itt a Tigris és Eufrátesz közén végben legújabb háború alkalma, felszabadítjuk. Hát minket is felszabadítottak, hát itt az lehetett tudni, na ha ezek felszabadítanak valakit, azoknak sok jövőt nem lehet jósolni. És mi történik? Tüntető tömegbe lőnek. 2 napig tagadják. Az egyik unióba ez volt a általános gyakorlat. Tüntető tömegbe belelövünk, aztán tagadjuk. Dél-Korea fölött, vagy valahol emlékezzünk az utasszállító repülőgépre, lelőjük, ez az afganisztáni háború idején volt, és tagadjuk, meddig tagadjuk, ameddig csak lehet. Már mindenki tudja, már a repülő
gép pilótáinak a beszélgetéseit, a figyelmeztetés, a oda-visszavétel. Már réges-rég rádiókba, tévécsatornákon megy, de ő tagadja. Ő ténylegesen tagadja. Na most itt mi történik? Hozzák a felszabadítást, hozzák a nem tudom mit. Hát tényleg az a baj, hogy nem lehet tudni, hogy mit hoznak, de a föld megpróbáltatása sajnos elkezdődött. Tehát ez azt jelenti, hogy tudom a te nyomorúságodat, de vedd észre. Ez a nemzet a maga áldozatát tényleg minden évszázadban, minden évtizedben meghozta. Jelen pillanatban nem mi vagyunk a legnyomorultabb népek a földkerekségen. Viszont miénk a legnagyobb felelősség. Mert itt, hogyha nem találja meg a nemzet a saját élő koronáját, akkor nincs önfeláldozó áldozat. Tehát ez azt jelenti, hogy egy népet a saját küldetéséről le lehetett téríteni. Egyébként ez nem fog előfordulni. Tehát ebben ne reménykedjen, vagy ne bizakodjon senki, hát nem a jelenlévők közül, ezt azoknak üzenem, akik nagy valószínűség szerint most legalább 3-4 ilyen bunkerszerű helyen minden egyes mondatot hallanak. Mert ma egy ilyen világban élünk. No, semmi baj. És nincs üldözési mániája az embernek, de ezt tényleg tudni kell. Hát ilyen világban élünk. Na most, utána jön a Pergamonbeli gyülekezet, angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Most gyorsan végigmegyünk. Két élő éles kard, teljesen egyértelmű, hogy Mars. Ugyanakkor jön a Tiatira beli gyülekezet, itt a végén a győztesnek adom a hajnalcsillagot, hát ha itt lehet egyáltalán valamit látni, akkor azt az ember megköszöni, mert én innen már alig tudom kivenni, hogy hol van az előző krikszkraksznak a helye, és hol vannak a bolygójelek, tehát megpróbálom megerősíteni. És hát lehet látni, hogy a Vénusz hova fog kerülni. Tehát értelemszerű 7 bolygórendszer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tehát középre. Tehát végeredménybe a szeretet kerül középre. Tehát amennyire indít a nappal, következő lépésben, hát a nap az a fiút idézi meg. Na de az atyát melyik bolygó tulajdonság idézi? A Jupiter. Tehát a fiú és az atya indítják el a folyamatot. Utána jön a Mars két élő éleskart, utána jön a Vénusz az esthajnalcsillag, a Tiatira beli gyülekezet, utána lapoznom kell a Sárdés beli gyülekezet angyalának, hát ez izgalmasabb, de segíteni fogok gyorsan egyetlen egy részletet felolvasok. Tehát megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, megemlékezzél azért, hogyan vetted, hogyan hallottad. És térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Na most melyik bolygó tulajdonság? Merkur. Hát veszek, adok, emlékezek, tehát cserekereskedelem, ugyanakkor gondolatok, eszmék áramlása, és nem tudod, hogy mikor jövök el. A Merkur a leggyorsabb bolygó. Tehát ez azt jelenti, hogy földről nézve végül is a hold az sebesebb pályán mozog, de ténylegesen leghamarabb a Merkur járja körbe a napot. És nem is nagyon lehet megfigyelni. Na most egy tolvajt, ha ügyes, meg lehet figyelni? Nyilvánvaló módon nem. És nem fogod tudni. Hát a tolvajok istene az egyébként is a Merkur. Na most utána jön a, hát itt már ki lehet egyébként találni, a Philadelphia beli, hát ez maga a földfia, tehát így is lehet ezt értelmezni. Philadelphia beli gyülekezet angyala. Itt pedig templomról van szó, épített közeg, és aki győz, oszloppá teszem az én Istenemnek templomában. Melyik bolygóra jellemző? Kőből, oszlopból, zárt közegből megtartó erők bontakoznak ki. Teljesen egyértelmű, hogy a Szaturnusz. És végeredményben
a hold zárja. Tehát itt most már nem is olvasom fel, hogy mi következik, de figyeljünk oda a logikára. Tehát a két fő világosító, az egyik indít, első, a másik zár, utolsó. Tehát a nappali égboltnak a fő világosítója a nap. Az éjszakai égboltnak a teli hold idején pedig, hát ezzel már elmondtam, már kezdek itt azért, tehát az éjszakai égbolton pedig a teli hold. Tehát magának a teli fénynek az idején. Utána Jupiter óriás bolygó, a nagy jó. Itt óriás bolygó Szaturnusz, nagy rossz. Tehát van egy logikája. Végül jön a Mars, Merkur, és középen a szeretetnek a planétája, bolygója. Na ezzel tulajdonképpen a rendszert fölvázoltuk, ez még semmi. Hét csillag titka, ez azt jelenti, hogy ha a hét pecsétes könyv pecséteit felszakítják, akkor egy-egy bolygó minőség hatása fog majd elszabadulni. Miért pecsét szakítatik fel? Mert ilyen hatás még nem volt mondjuk arra a bolygóra jellemző. Tehát le van pecsételve. Tehát nincs. Hát tudni kell azt, hogy kétszer ugyanaz a konstelláció soha nem ismétlődik meg. Tehát erre mondják azt, hogy a teremtés végül is zárt közeg, tehát valami rendszer van, látszólag olyan, mintha egy gépezetet, kozmikus gépezetet elindítana a teremtő, de soha nem ismétli magát. Tehát ez olyan, mint a tavasz. Kétszer egyforma tavasz nincsen. Mindig más és más a tavasz. Egészen más a nyár, az ősz, a tél, de minden évszak, ha jól működik a természet végül is, tavasszal tavasz van, nyáron nyár van, ősszel ősz, télen tél van. Na most két konstell, két bolygó ugyanabba a stációba soha nem fog már találkozni. Tehát itt egy olyan konstelláció van pecsét alatt, ami ténylegesen egyszer, és majd a világ végén, hát a világ végén idézőjelbe természetesen, akkor fog lépésről lépésre majd felszabadulni. És hát akkor, hogy mi lesz, én megmondom őszintén, hogy sok minden lesz. Tehát ennél többet most nem lehet mondani. Benne élünk ugyanis. Tehát bármennyire hihetetlen, amikor arról van szó egyik csapás után, hogy és a víz egyharmada keserülőn, és a levegő egyharmada. Hát gyakorlatilag bármelyik nagy szennyezésre vissza lehet vezetni. Az ember középkorban az ember nem érti, hogy a tenger egyharmada, az ég egyharmada, a föld egyharmada. Itt harmadolják a pusztító erőknek a működését. Tehát elképzelhetetlen volt mondjuk 5-600 évvel ezelőtt, hogy ilyen környezeti katasztrófát hogyan lehet kiváltani. Hát ez nem elképzelhetetlen most már, hanem gyakorlatilag ez folyamatában történik. Végszóként valami üdvözítőt mondjon-e az ember? Hát üdvözítő az, hogy találkozni fogunk majd a következő előadáson, és tényleg a lényeg az, hogy nem kell félni. Hát ha az embert, hogy úgy mondjam, jobb létre szenderítik, akkor is jobb létre szenderítik, ha fél. Tehát ezt azért tudni kell. Mindenki azt az életpályát futja be, amit születése előtt maga választott. Na most ezért félni tényleg nem érdemes. Köszönöm szépen a figyelmet.